tehát 652 ezer forint 6 órában legyen egy dajka biztosítva. Aki azzal érte egyet, hogy legyen dajka biztosítva az önkormányzat költségvetéséből, azt kérem, készfelemeléssel szavazzon. Négyen, aki azzal érte egyet, hogy gazdálkodja ki a költségvetéséből az óvoda, az készfelemeléssel szavazzon. Tehát öten a kigazdálkodásra szavaztunk, és négyen viszont ellene. Dajka lény és korongia. Igen. A legfontosabb személyek. Igen. Akkor itt még a virágkiállításról is szó volt. Itt volt egy bizottsági döntés, de a bizottsági döntés az úgy volt, hogy 2-2 és egy tartózkodás, ugye? Józsi. Igen. Tehát ott végül is akkor, ami be lett tervezve, 8 millió forint, az egyelőre marad. Ezek szerint igen, hogyha igen. Nem a rendezvényekből, meg a virágkiállításból veszük le 3,4-et, akkor marad. Akkor a pénzügyi bizottsági ülésen felmerült a média kérdése, és mindenki láthatja, hogy a képújság működik, a honlap működik, tehát most egy pillanat, hadd mondjam el. Tehát végül is kimondhatom azt a szót, hogy azért hazugság volt azt állítani, folyamatosan megszűnik, hogy megszűnik a tévé és az újság, mert mi szeretnénk az újságot is és a tévét is, mert a tévé is működik és a testületi ülést ugyanúgy leadjuk, és az újságot is, amennyiben a testület szavaz rá bizonyos összeget, akkor szeretnénk egy szerényebb újságot is készíteni, és természetesen az sem igaz, hogy a vállalkozóknak a felajánlását mi nem fogadjuk el, csak olyan felajánlás volt, hogy csak akkor adnak pénzt az újságra és a televízióra, amennyiben ugyanott a művelődési ház keretein belül működne. Erről szólt a történet. Így igaz. Jó, én... Igen, tessék, Tamás? Ezt szeretnék annyit hozzászólni, hogy elhangzott az a szó, hogy hazugság. Igen, mert nekem egy nagyon érdekes dolog volt, mert a december óta azért ezzel a médiával kapcsolatban a kamerák előtt elhangzott olyan mondat, hogy valaki át akarja venni, aztán elhangzott ilyen mondat, hogy mert nincsen pénz, aztán megszavaztuk annak, már hogy megszavazta az, aki megszavazta, úgyhogy nincsen pénz, aztán utána most megszavazunk neki a büntetéssel együtt közel 4,5 millió forintot. Tehát az, hogy nincsen annyi pénz egy feladatnál, én ezt úgy tudom elképzelni, hogy racionalizáljuk, és elmondjuk azt, mindenki belátta, hogy nincsen pénz, lehetett volna ezt racionalizálni. Én nekem ez a maga az az elv, hogy inkább vállalok 2,6 millió forintos büntetés kifizetését, és utána az előbbi színvonalhoz képest, amit a Média 3 felülete adott, ahhoz kénytelen, kelletlen egy szerényebb feladat végrehajtást indítok el inkább. Én szerintem ez nem jó. Egyébként olvastam egy kétoldalas cikket a mi újságba. Hát ha arról egyetlen egy mondatot szeretnék csak mondani, amellett, hogy sok leírt mondattal azért vitatkoznék, a pártatlan újságírásnak az az ismérve, hogy megszólaltatja az aktuális oldal képviselőjét, illetve hát az aktuális oldal, vagy a megfelelő problémát több oldalról próbálja megvilágítani. Ezt a cikket egy olyan hölgy írta, aki a polgármester úrnak az előző magánújságában is írt cikkeket. Kicsit aggódom emberet. Fölhoztuk akkor. Jó, csak annyit, hogy ezt nem tudom, hogy ezt a hazugságot kimondta el. Én nekem ez morális problémákat vett fel, ahogy kezelte a képviselő, illetve az önkormányzat. Én tényeket közöltem azzal, hogy mi nem akartuk megszüntetni a médiát, és ez jött le mindig, hogy megszűnik. A képújság egy napot sem, maximum egy napot. És nem beszélve arról, akkor most elmondom ezeket a dolgokat. Muszáj elmondani, mert itt föl lettek írva olyan pontok, volt itt egy leltár, ugye? A Kecel médiával kapcsolatban. És nagyon sajnálom, hogy itt olyan dolgok még most is hiányoznak, például, ami nem tudom, ilyen
525 megabájt állvány, ami kellene, 120 ezer forint értékű. Akkor ez a Manfrotto vagy Manfrotto, nem értek hozzá, 503-as fej, valószínűleg pályázatban nyerték, 85 ezer forint értékű. Lehet, hogy megvannak, én csak mondom, hogy ezeket még nem kapta meg az, akit megbízunk ennek a teendőire. Itt van egy... Többit már megkapta? Egy ezres szünetmentes, hát nem tudom, mire gondolsz. Szünetmentes, amióta a tévé ott üzemel. Kétszer 107 ezer forint. Ebben az igazgató azt, hogy mondta, hogy az egyik szünetmentesítőt az birtokba adja. De itt van például Sony C2-es vezeték nélküli mikrofon. Valószínű pályázatban ez az első mikrofonja 100 ezer forint a tévének. Itt van például Report szobalámpák. Itt fölírták, hogy Zottonál vásárolt plusz állvány, meg kondenzátor, ceruza mikrofon, kettő darab. Hol vannak itt most ezek, ami nálam is volt, ezek a mikrofonok? Én nem értek hozzá, csak mondom. Ezek is valószínűleg pályázatos, ezek kétszer 34 ezer forint. Ez a Zonecraft Spirit Fória hangkeverő, használtam, vásárolták Soltvadkerten 137 ezer forintért. Akkor Samsung LCD monitor fekete, 4 volt, de most 2-t használok, 30 ezer forint. Akkor Sony DVC AM kazetta plusz tisztító, 15 darab kazetta volt, 12 ezer forint darabja, 180 ezer forint. Akkor mini DVD kazetták, figyelj, 20 darab használt, 15 új, 15-ször 1000 forint, csak 15 ezer forint. Kecel TV és a Molinót azt ígérték, úgy hallom, a Kecel Media Molinót ígéret, hogy azt megkapjuk, akkor nem is még ez, még nem is olyan probléma, de az már probléma, hogy az összes 7 évnyi nyersanyag, itt spot, meg projekt, fáj, szekvencia, képújság, alap, háttérzenék, képek, kiírások, felvételek, erre ide mondhatom, hogy felbecsülhetetlen érték, az egész képújság le lett törölve. Tehát mi nem mondtuk azt, hogy megszűnik, mi szerettük volna azonnal fölvenni, csak itt is azt mondtam, hogy elsőjén délelőtt 10 órakor oda megyünk, és normálisan átveszük a dolgokat. És mi történt? Ahogy hallom, hajnal 3-ig pakolászás ide-oda-amoda, legalább annyit szeretnék kérni az igazgató asszonytól, hogy azokat az eszközöket, ami a Kecel TV profiljához tartozik, és ami nem használnak a könyvtárnál, hogy azokat legyen szíves, nem mondom, hogy ezek nincsenek meg, csak ez még hiány. Mert volt egy leltár, de ez a leltár az kevés, tehát ezek olyan eszközök, amelyek kellenének, igenis, a stúdió munkához, és nem kellene plusz még az önkormányzatnak venni kazettákat, meg ilyesmiket, Pillanat Tamás. Persze. Tehát, de az, hogy letörölték a képújságot, az megint olyan kellemetlen, és én nem akarok kardoskodni, meg veszekedni sem akarok, csak jó lett volna, hogyha átvettük volna úgy, ahogy az volt, és akkor semmi probléma nem lenne az égvilágon. Ez csak egy hozzáfűzés itt a médiával kapcsolatban. De az igazgató azt, hogy megkérdezem, mert ő talán kompetensen most parancsol. Tehát mit kérdezünk azon? Aki tüntetni. Ami nincs. Mit kérdezem? Összevont intézményről beszélünk. Tehát az, ami a televíziónak használatában volt mondjuk az elmúlt 7 év alatt, az nem jelenti azt, hogy minden egyes eszköz a televíziós szakfeladatunknak. Azért mondom, hogy a profiljához tartozó dolgokat, azokat legyenek szívesek vissza. Azokat tudom, illetve tudtam átadni, amik nem könyvtár, illetve nem művelődési ház szakfeladaton vannak leltárban. De mint ahogy múlt héten Ádám volt nálam személyesen, és kérte például a szünetmentes tárgyegységeket, amik művelődés ezt mondtam is, hogy ezt hallom, hogy... leltárban, mondtam, hogy amennyiben erről hivatalos átadást, iratot tudunk készíteni, ezt azt hiszem, hogy Ádám meg tudja erősíteni, akkor minden további jó, oké. És a további olyan eszközök is, amik most úgymond hiányként jelentkeznek, meg kell nézni, azok más szakfeladaton vannak, valószínűleg leltárban. Tehát hivatalosan első körben azt tudtam átadni, ami a könyvtárnál szerepel leltárban, és ebben a pályázatos... Egy utolsó kérdés, és a képviselő letörlése? A számítógépeken lévő anyagokban kapcsolatban azt tudom mondani, hogy minden olyan program rajta maradt a gépeken, amihez hivatalosan jogosultsága hozzáférése volt a televíziónak.
Az archív anyagok pedig, erről is beszéltünk már, a könyvtárnak a helyismereti terményében mind megtalálhatóak erre igazából. Törvényi rendelkezés igen nincs, hogy a helyi televízióknak meg kell őrizni. Van egy archiválási időszak, ami kötelező, de ezen kívül nem kötelez jogszabály arra egyetlen helyi televíziót sem, hogy megőrizzék az elmúlt évek adásait. Nálunk a könyvtárban minden fölvétel megvan, de ez a könyvtári állománynak a része. És erről az átadáskor beszéltünk is polgármester úrral, hogy amennyiben ebből bármilyen anyagra szükség van, akkor azt minden további nélkül le tudjuk másolni. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Tamás. Én nekem csak a válasz elhangzása közben az jutott az eszembe, hogy itt borzasztó nagy kommunikációs problémák vannak. Vagy valaki nem emlékszik, hogy ezek a mondatok egymás között már elhangoztak. Nincs kommunikációs probléma, Tamás. De hát, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a polgármester úr megfogott egy papírt, felolvasott, hogy mi hiányzik, és úgy tűnik, hogy az intézményvezető és a polgármester úr között ezek a problémák már szóba kerültek, és az intézményvezető megadta a választ arra, hogy miért nem került még oda, és milyen úton került. Tamás, egy leltár volt. A leltáron kívül ezeket, amiket én felolvastam, ezek nem voltak a leltárban. De én azt szeretném most megkérdezni, elnézést, hogy az intézmény vezető ezeket, amiket most elmondott, ezt már polgármester úr hallotta-e? Mert ha hallotta, akkor a kérdésre én úgy gondolom, hogy az intézmény vezető megadta a választ. Nem, és az a problémám, hogy nem, ez nem is ide szeretném tartozik, látni. A jó, vezető és az intézmény vezető, már hogy a polgármester és az intézmény vezető közötti információ cserének már régen nem. Az már a városra is tartozik. Hogyha letörölnek egy anyagot, és nem tudjuk egyből indítani a képújságot, és mert szerettük volna, az már városra is tartozik, mert rajtam kérik számon azt, hogy miért nem működik, amikor ígértem. Ezt szerintem, bocsánat, mert... Igen, még mondja, fejezem. Csak gyorsan befejezném, tehát, hogy én mégiscsak kommunikációs problémát látok, és ezt az elégkészítetlenséget, ezt lépten nyomon tapasztaljuk. A novemberi testületi ülésen elhangzottak, más volt, mint a későbbiek, utána jött az, hogy nincsen pénz, és utána jöttek azok a bizottsági ülések, vagy pénzügyi bizottsági ülések, amikor kiderült, hogy az éppen működő televízió, már vagy az átvétel után, ami szerény módon működni tud, arról tulajdonképpen a következő költségvetésben még feladatként be sincs téve, akkor azt be kellett oda tenni. Adhok módon szavaztunk meg hozzá már, aki megszavazta különböző költségvetési tételeket. A képviselőasszonynak volt egy-két, a Tünde képviselőasszonynak volt egy-két mondata, kiderült, hogy arra senki nem tud válaszolni, és akkor csak visszautalok a szolgáltató udvarhoz, hogy a szolgáltató udvartól most úgy vettünk el pénzt, hogy fogalmunk nincsen, hogy 6 órában meg lehet-e csinálni de azokat tudjuk, a feladatokat. De pontosan tudjuk. De mi alapján, mert a polgármester úr ugye a vezetője a szolgáltató udvarnak, semmiféle információt nem tudott egyetlen egy kérdésünkre adni, csak a keretszám. Én úgy tudom, hogy a keretszám azon kívül, hogy 23 millió forint az egész, azon kívül egy kockás lapon nem jött semmi részletes költségvetés, amit egyébként mondjuk a múzeumtól megkaptunk. Köszönöm szépen. A részletes költségvetés az azt akarja, hogy most itt 8 fő, vagy 10 fő dolgozik most majd, mert egy emberre beszéltem, aki elmegy nyugdíjba, tehát senkit nem kell elküldeni, annak végkielégítést kell adni, az egy csoportvezető 8 órában fog dolgozni, és a többi viszont 6 órában. Erről igazából... Értem, hogy döntés született, csak nem volt megalapozott. Én erre akartam kiugodni reggel. Tünde, parancsolj! Jó, a leltárral kapcsolatban, hát tudomásom szerint, hogyha a művelődési ház leltárjában olyan tételek szerepelhetnek, amit a művelődési háznak szánt keretből vásárolt, a városi televíziónak szánt keretből vásárolt bármilyen eszköz vagy anyag, az a tévének, vagy a média leltárjában kellene, hogy szerepeljen benne. Most ezzel kapcsolatban az a kérdés vetődik föl, hogy ezek szerint az az összeg, amit eddig a médiának rendelkezésre bocsátottunk, akkor nem volt elég, és amit mi a művelődési háznak szavaztunk meg korábban összeget, abból az intézményvezető saját hatáskör alatt csoportosított, tehát összeget is, mondjuk ez az 1 milliós nagyságrendű eltérés ebből adódik. Igen. Laci, parancsolj! Én csak annyit akarok mondani, hogy most már lehet, hogy nem is annyira aktuális, hogy eltértünk itt a
a szolgáltatónkat, amikor a televízióról volt, csak a Tamásnak mondom, hogy egész máshova jutottunk ki, a televízióról beszéltünk, meg a leltárról, Tamás már a szolgáltató udvarról. Tehát próbáljunk már tényekről, vagy a témánál maradni. Haradjunk is. Parancsolj, Marika, még. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy ki az az ügyes könyvelő, aki tudja, hogy mit hova könyveljen, hogy ne kelljen visszaadni. Reméljük, hogy tehát erre nem kerül sor, és visszakerülnek ezek az szeretném anyagok. Tudni, hogy ki a könyvelője a... Hát mi vagyunk? Marika néni, a polgármesteri hivatal. Oké, akkor esetleges hiány esetén, akkor tudjuk, hogy ki keressük. Azért, hogy átnézték a számlákat, átnézték a Babinál, és ezek de alapján... A Babin kívül én tudom, hogy van ott még valaki, aki könyvel. Jó. Tehát nem mondom ki, aki akarja, keresem. Marika, jó, figyeljetek, haladjunk tovább a szavazással kapcsolatban, tehát a médiánál tartunk. Én az újságra a következő 10 hónapra 2 millió forint javaslattal élek, és 500 ezer forintot a televízióra. Tudja mindenki, hogy 18 millió körül összeg, 18 millió forintba kerül durván a tévé és az újság. Ezt most 2,5 millió forintos javaslattal szeretném megszavazhatni. Mi a sebetestet? Bocsánat, de hol szerepel ezekbe a számokban? Ezt akartam megcsinálni. Majd szerepelni fogok megszavazni. Valamit, majd szerepelni fogok rajta, érvélig egy... Hol? Figyelj csak! Imre, 1,7 milliót a pénzügyi bizottságon megbeszéltünk, és 300 ezer... Tudomásom szerint nem támogatta az 1,7 milliót. A bizottság nem támogatta, én viszont... És a bizottság módosítói... 300 ezer forint hangzott el, most már ez is hízott, mint a kisliba, 500 ezer forint. Módosító javaslatként én ezt javaslom, aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazza. Hát azért ne így Honnan? Mondjuk már meg, hogy honnan. Összes, hát kérdésre. Meg, azért bocsánat, illik forrásjelvű. Ki fogja ezt a dolgot csinálni, milyen ügyet. Azért megkérdeznek többen bennünket, hogy mikor lesz televízió, mikor lesz újság, és ki fogja üzemeltetni. És ki fogja ezt a munkát elvégezni. Elmondta. Nem mondtad el. Ki fogja elvégezni a munkát? Itt végzik el. De hol? A rendezvényszervező, és mindent ledolgozhat bárki. És az Ádám készíti a testületi ülésekről a felvételeket. A testületi ülésekről. Megint kaptunk egy csontot, hogy nyeljétek el. Kérem, nem mi kaptuk a csontot, hanem a város kapta. Az SMS-be benne van, hogy a testületést vállaltuk. Én, amióta én vagyok a polgármester, minden egyes testületi ülés fel lett véve, az le lett adva. Azt sem akartam, hogy bárki bejöhet, be lehet kamerázni, ez egy nyílt ülés, de ezt mi vállaltuk, erre kell pénzt. Ha tudok pénzforrás még találni, mert úgy néz ki, hogy fog tudni, akkor majd úgy alakítjuk el. Akkor, ha ilyen varázsban polgármester úr, akkor kérném, hogy varázsoljon már pénzt azoknak a 4 órásoknak is, 6 órásoknak is, akiket ilyen csapló mozdulattal leszavazni. Tehát, kell, a képújság kötelező. Képújság már működik, tévé a testületi közvetítés, az újságra viszont muszáj lesz. Imre, amikor kivittétek a médiát. Hogy vittük ki? Nem arról volt szó, hogy megszüntetjük. Amikor kivittétek a médiát, akkor azt mondtátok 6-3. Milyen 6-3? Nem angol-magyar meccset. Nem. A művelődési... Oda nem az van írva, hogy Városi Művelődési Ház és média, hanem a média az az önkormányzat médiája. Mi ezt simán lenyeltük, mi vagyunk kisebbségben. Most, hogy mi vagyunk többségben, most gyászba vagytok borulva. Most már olyan... Nem mi borultunk, csak most gyászba, bocsánat, hanem a város. Elnézést, most már olyan tévéket, olyan telefonokat kapok, hogy 500 ezres tüntetéseket hoznak ide arra, hogy mire használtátok föl a médiát. Jó. Marika, ez eljutott már a legfősebb körökig, egyházi körökig. Marika,
Hadd adjam át a szót a tehát légy szíves, gondolj magadba, mert te voltál, aki fölálltál, és azt mondtad, hogy kivisszük a médiát. Én bizony. Ez vállalom is. Így volt. Na most akkor mi? Az volt, hogy egy kiskörösi vállalkozótól nem ki, hanem... Tünde, parancsolj! És most el akarjátok. Marika, tartsuk már be akkor az SMS dolgait. Ma akinek szót adok, az beszélhet csak. Tünde, parancsolj! Esti pénzügyi bizottsági ülésre előkerült egy olyan legújabb költségvetési tervezet, amiben már módosított tételek szerepeltek. A művelődési háznál is már ez a módosított összeg mutatkozott. Ugye három tétel volt, az egyik a TV megszűnése, vagy más formában történő továbbműködése miatti büntetés összege, ez 2,6 millió, illetve az az összeg, amit én javasoltam, ez a 3,4 millió, és ennek a különbözete ahhoz képest, amit javasoltunk, az közel 1,3 millió, aminek a magyarázata az csak egy mondatban volt megfogalmazva, hogy ez a média január havi működési költsége. Ehhez képest 2,5 millió forintról beszél a polgármester úr, hogy a lakosság tájékoztatása megmaradjon. Babi, tessék! Én ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy tegnap is mondtam, hogy az indén végvezető tud erre pontosan válaszolni, hogy miért kialakultak ezek a számok. Ma délelőtt én beszéltem ellen, tárgyaltuk egy technikai félreértés, hogy másik táblázatot küldött nekem, mint ami a valódi volt. Mint elmondtam, már körülbelül 6-szor dolgozta át, és nem jót küldött. Azóta ezt korrigáltuk, ezt az összeget. Tehát csak ez a 3,4 millió szerepel. Jó. És azt lehet tudni, elnézést akkor kérdezhetnék, hogy akkor lehet tudni, hogy az egy havi média költsége az mennyi volt? Mennyi ez a tétel? De az intézményvezető biztosan tudja, mert ő kiszámolt, és ebbe a költségvetésbe bele szeretnénk tenni, hogy ezt az összeget meg tudjuk neki szavazni. Azt beszéltük, hogy ez 1 millió forint fölött volt? Nem tudom, hogy pontosan mennyi lesz, amikor a februári kérdésben... Egy havi, 1 millió forint fölött volt. Akkor pontosan... Maradt volna, sem maradt volna az előző évnek a költségvetése. Ezt te is tudod, hogy ez egy csúsztatás. Jó. Most, ami ilyen irányban most tartott. Jó. Tehát akkor ezt a médiát is zárjuk le, és szavazunk róla, hogy aki a 2 millió forintot megszavazza az újságra, és 500 000 forintot a televízióra erre az évre a költségvetésbe, az készfelmés, a tartalék terhére, az készfelmésen szavazza. Aki nem, tehát 5-en igen, 4-en nem. Következő napi rendi pont. Állom. Kémés.